Sziasztok! Ebben a videóban a dualizmus korának társadalmi és etnikai viszonyt fogom nektek röviden bemutatni. Úgyhogy akkor lássunk is neki. No. Először is, hogy a társadalmat megértsük, egy fogalmat kell bevezetni, bár ezzel a fogalommal korábban már szerintem találkoztatok, ez pedig nem más, mint az úgynevezett torlódó társadalom, ennek itt látható az ábrája. Ha megnézzük ezt a piramisszerű ábrát, ugye az tökéletesen légy a mindig egy társadalomnak a struktúráját. Viszont a piramisban az az érdekes, hogy nem pusztán vízszintesen látható benne egyre szűkrő társadalmi csoportokat, hanem van egy függőleges erosztás is. És hát ugye azt látjuk, hogy a piramisnak a bal oldalán lévő társadalmi csoportok azok a hagyományos, régi, feudális társadalmi csoportok, míg a jobb oldala pedig a modern, ipari társadalomnak a csoportjait mutatta be, illetve hát néhány esetben a köztük lévő átjárási lehetőséget is tehát ezt nevezzük torlódó társadalomnak, amikor egymás mellett létezett a feudális vagy mezőgazdasági társadalom annak és annak csoportjai, valamint az ipari vagy polgári társadalomnak a rétegei szintén egymás mellett érkeztek. Ugye ennek az volt az oka, hogy Magyarországon a 19. században egyszerre zajlott le az első és a második ipari forradalom, és ennek a gyors Iparosodásnak köszönhetően nem volt meg az a fajta természetes, lassú átmeneti időszak, amit nyugat-európában láthattunk, ahol nagyjából 100-150 év alatt számolódott feudális társadalmi csoportok, és ebből alakultak ki aztán a modern polgári társadalomnak a csoportjai. Na, és akkor ezek után nézzük meg ennek a társadalomnak a fontosabb csoportjait. Ha föntről lefelé haladunk, és először a feudális csoportokat nézzük, akkor a nagybirtokos arisztokráciával kell kezdenünk. Ugye, miért voltak ők fontosak? Hát azért, mert ők volt Magyarországon mind a politikai, mind a gazdasági élet vezetésének a szerepe. Alapvetően ők voltak a földbirtokosok, és mivel rengeteg pénzük volt az előzőből fakadóan, épp ezért a birtokai korszerűsítve voltak. Emellett sikerült rávenniük az uralkodót arra, hogy bevezesse az úgynevezett hitbizományi rendszert. Na miről szólt ez a hitbizományi rendszer? Hát arról, hogy az uralkodót rá tudták venni bizonyos birtokosok, hogy a földbirtokokat nyilvánítsa a hitbizománynak, és az a földbirtok, amely a hitbizománynak lett nyilvánítva, azt nem lehetett eladni. Tehát igazából kis túlzással mondhatnánk azt is, hogy ez a hitbizományi rendszer, mintha az ősiséget hozta volna vissza. Ennek ugye az volt az eredménye, hogy a birtokot nem lehetett ö, szétdarabolni és apránként eladni, tehát nem aprózódott fel a nagy bírtok. Ez viszont azért volt problémás, mert így a parasság az nem nagyon tudott földhöz jutni, mert ugye a gazdag földbirtokosoknak hát nem állt érdekében egyáltalán, hogy eladják ezt a birtokot, vagy a birtokuk bármely részét, és miután hitbizománynak nyilvánították az uralkodó a birtokokat, még jogi lehetőségük sem volt erre. Emellett még fontos tudni a nagybirtokos arisztokráciáról, hogy annak ellenére, hogy a fővagyonuk a földbirtokukból származott, azért helyet kaptak nagyvállalatok, illetve bankoknak a vezetőségében. Alapvetően ezeknek a cégeknek fontos volt, hogy üljön a vezetőségében igazgató tanácsában egy-egy ilyen nagybirtokos, mert hát a rangjuk azt tekintén jelentett az adott cégnek vagy banknak. Ráadásul növelte az adott bank, illetve cég iránt a bizalmat is, hiszen hogyha ez a rangos ember szerepet vállalt ennek a működésében, akkor az ugye garanciát jelentett arra, hogy ez egy jól működő cég, illetve bank. A következő csoportunk az úgynevezett gentrik. Ugye ezt a kifejezést Mixát olvashattuk sokszor, ugye ők is birtokos nemesek voltak, hajdanám, alapvetően közé birtokosok voltak, az ő birtokállományuk az folyamatosan csökkent. Ennek oka volt egyrészt a jobb egy követő kártalanításnak a késése, valamint a passzív ellenállás, valamint az is, amit ugye Mixát rengeteg novellájában meg regényében kifigurázott, hogy ők ilyen olyan okokból kifőleg elszegényedtek, és ez az előbb említettek mellett lehetett még az életmódjuk is, tehát hogy mit tudom én, elkártyázták, elitták a birtokaikat, viszont Fenn akarták tartani a gazdagságnak a látszatát, és ugye ezt neveztem Xanth szánt nek Na most a dualizmus korszakára ez azért némiképpen megváltozott, mert hogy ugye ebben a korszakban ö, azért ez a nemesség egyre inkább csúszott lefelé, vagy az egykori nemesség pontosabban. Ugye mivel kevés volt a pénzük, és nem kapták meg a kártalanítást, valamint a passzív állásra, nem, ugye nem tudtak szerepet vállalni az államügyek intézésben vagy a hivatal szervezet fenntartásában, ezért a jövedelmük folyamatosan csökkent, ebből következően nem tudták a birtokaikat modernizálni, csak hitelekből. A hiteleknek köszönhetően viszont eladósodtak, és hát sok esetben ugye ez társítva a nagylábon való élettel, ahhoz vezetett, hogy elvesztették a birtokaikat, úgyhogy akik már a birtokaikból nem tudtak megélni, azok vagy a hadseregben vállaltak valamilyen tiszti szerepet, vagy állami hivatalokat vállaltak a kiegyezés után, illetve még az értelmiségi pályák felé is fordulhattak, és orvosok, tanárok, ügyvédek lehettek. A következő nagyobb csoportunk, az pedig a parasztság, ugye hát ennek az alsó része lényegében a feudális társadalomnak. De most a parasztság az nem egy homogén csoport, hanem erősen differenciált, és hát lényegében a magyar társadalom legnépesebb csoportja volt. Hogyha meg akarjuk nézni ezt a differenciálódást, akkor szintén föntről lefelé haladva kezdjük ugye a gazdag parasztokkal, akiket neveztek a korszakban nagy gazdáknak, vagy zsíros parasztoknak is ez a csoport nagyjából 50 és 200 hold közötti földel rendelkezett, mivel elég nagy méretű ez a földbirtok, ezt nyilván nem tudták egyedül megművelni, vagy hát a családjaikat a bevonva se tudták volna megművelni, úgyhogy ők napszámosokat, azaz bérmunkásokat alkalmaztak a földjék, amikor szükség volt rá. És ami érdekesség, és sokat elmondott már a korszak magyar társadalmáról is, hogy ezek a gazdagparasztok adott esetben sokkal jobb életszínvonalat tudtak maguknak és a családjuknak biztosítani, mint egy városban élő, de nem túl sok, vagy éppen vagyon nélküli ember. Mégis az egész magyar társadalomban ezek a gazdag parasztok kisebb társadalmi tekinti el mint az előbb említett vagyontalan városi polgár. Őket követték a középparasztok, akik 10 és 40 hold közötti földbirtokkal rendelkeztek, és őket pedig a szegény parasztok, akik egy 10 hold közötti földdel. Ez a földbirtok méret nem volt arra elég, hogy eltartsa a családját, úgyhogy mindenféle egyéb munka, bérmunkákat vállaltak. Ugye a dualizmus korszakának az első harmada a szólt az intenzív iparosodásról, illetve az infrastruktúra fejlesztésről is, úgyhogy sok esetben ez a bérmunkavállalás a képen látható hát bérmunkát jelentette, amit kubikolásnak nevezünk, ez mindenféle földmunkát jelent, legyen szó folyószabályozással kapcsolatos földmunkáról, vagy vasútépítésről szóló földmunkáról, és hát a szegény parasságnak a java része a 19-20. század fordulójára föld nélkülivé vált. És hát a parasságot sorolhatjuk a legalsóbb társadalmi csoportot is, az úgynevezett uradalmi cselétséget. Na most ők azok, akik teljes mértékben a földesúktól függtek, Nekik ugye nem volt sok esetben saját ingatlanjuk sem, hanem a földesúrnak a kúriájában éltek a padláson vagy a pincében ugyan nem a korszak, és nem Magyarország, de ha valaki szeretne képet kapni arról, hogy hát milyen volt a mindennapi élete ezeknek a cselédeknek, azoknak ajánlom a Csengetett Midor című BBC sorozatot, ami ugyan az 1920-as évek vége felé játszódik ott a világgazdasági válság kirobbanás előtti néhány évben, de azt tökéletesen bemutatja, hogy hogyan is éltek a cselédek. És hát igaz, hogy Nagy-Britanniában játszódik maga a sorozat, de a magyar uralmi cselédnek is hasonló volt a helyzete ebben a korszakban. Úgyhogy ezek voltak a fontosabb feudális társadalmi csoportok, és akkor térjünk rá a modern polgári társadalmi csoportok közül is a fontosabbakra, mivel az előbb fentről lefelé haladtunk, haladjunk most is így, és akkor kezdjük a nagypolgársággal. No, mit kell tudni róluk? Hát alapvetően ők azok, akik a nagyvállalatokat meg a bankokat irányították, Ugye, rájuk mondta volna azt Marx, vagy a tagjai, na most ők, vagy hát egy részük az összefonódott a nagybirtokos arisztokráciával, leginkább házasság révén, ugye szerettek volna ők is bejutni a politikai vezetésbe, és hát ezt leginkább az arisztokraták való házasság révén tudták elérni. Nagy része a nagypolgárságnak Budapesten élt, és a többségük az zsidó, illetve német származású volt és hát az előbb említett okok miatt a politikába csak közvetett módon tudtak beleszólni, dacára annak, hogy gazdaságilag is jelentős befolyásuk volt. A következő csoport az az úgynevezett úri vagy polgári középosztály, melynek a létszáma folyamatosan növekedett, és hát alapvetően ők is a városokban éltek, értelmiségiek, gentrik, zsidók keveréke volt, tehát itt például volt egy minimális átjárás a gentrik, illetve az úri középosztály tagjai között. Tehát azok a gentrik, akik elvesztették a birtokaikat, de annyira nem szegényedtek el, hogy tudjanak valamilyen városi munkát vállalni az értelmiségi pályákon vagy hivatali pályákon, azok igazából az úri középosztály tagjaivá váltak. Őket követte a kispolgárság, hogyha lefelé haladunk a hierarchiában. Na most az ő létszámuk is folyamatosan nőtt ebben a korszakban és hát kik a kispolgárok között? Alapvetően kisvállalkozók, kisebb üzlet és műhely tulajdonosok, adott esetben olyan műhelyekről kell gondolni, ahol ő maga dolgozott, vagy volt két-három alkalmazottja. Emellett az állami kisalkalmazottak is, mint például rendőrök, csendőrök, postások, vasutasok. És akkor a modern polgári társadalomnak a legalsóbb társadalmi csoportja, az a munkásság volt, most az ő létszámuk is, és ezen belül a magyaroknak az aránya folyamatosan növekedett a korszakban. Ezeknek a 60%-a az nagyipari vagy nehézipari munkás volt, és ennek köszönhetően kezdett el kialakulni az 1870-es, 1880-as években Magyarországon is a munkás mozgalom. Ugye 1890-ben meg is alapították a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot, amely ennek a társadalmi csoportnak a politikai érdeképviseletére szakosodott, ha fogalmazhatunk így. Ugye emellett sokan voltak a szakmunkások, ők, mivel ugye a képzett munkaerőnek számítottak, ezért jó bérezést kaptak. Ez a jó bérezés azt jelentette, hogy nagyjából a kispolgárok szintjén éltek, és hát ugye a munkásának a legalsóbb csoportja volt a betanított és segédmunkás, amelynek nem igazán volt szaktudása, csak a munka ereje volt az, amit áruba tudott bocsátani a munkaerőpiacon. Úgyhogy ennyit kellene tudni a fontosabb társadalmi csoportokra itt a dualizmus korszakában, és akkor ezek után térjünk rá a demográfiai változásokra. Na most, alapvetően ez a korszak a Magyar Királyság egészét tekintve egy demográfiai robbanás időszaka volt, ugye ezt a második ipari forradalommal foglalkozó videómban is említettem már, hogy a második ipari forradalom is egy demográfiai robbanást okozott a Európa szerte, csak a mértéke volt nagyon eltérő, mert hogyha országokat vizsgálunk, és országon belül régiókat vizsgálunk, akkor ez már nem egyértelmű, mert voltak olyan régiók, ahol például stagnált a népesség, más régióban meg tényleg egy népességrobbanást láthattunk. Na most Magyarországon ez azt jelentette, hogy 1914-re az ország lakossága 18 millió fő volt, ebbe a lakosság számba Horvátország lakossága nem számít bele. Minek köszönhetően növekedett meg ilyen nagy arányban a népesség, az első világháború előestére. Hát egyrészt annak, hogy jobbakká váltak az életkörülmények, még ha csak ugyan lassan is. Aztán ugye változtak a higiénia és az egészségügyi viszonyok, hogyha visszaemlékeztek a például Tisza Kálmán miniszterelnökségével foglalkozó videóra, említettem benne, hogy rengeteg kórház épült a korszakban, illetve a körzeti orvosi rendszert is kiépítették ebben az időszakban, valamint ugye a második ipari köszönhetően az urbanizáció folyamata is belendült, és ennek egyik eleme volt az, hogy kiépítették a vezetékes ivóvízházatokat a városokban, valamint a csatorna rendszert is, ami a higiéniai és az egészségügyi viszonyok javulását is eredményezte. Viszont, ahogy az előbb is mondtam, nagyon fontos, hogy a régiónként eltérő mértékű a lakosság növekedése, a fejlettebb vidékeken korábban, a lemaradó régióban később kezdett el növekedni a lakosság. És hát ugye 1880-tól 10 évente folyamatosan tartottak népszámlálást is. Előtte is volt népszámlálás, csak nem volt ennyire rendszeres. Most az országon belül is megfigyelhető egy belső migráció. Ennek a célja az ugye Budapest volt mivel hát Budapest volt az ország legfejlettebb városa és régiója, de emellett még az is megfigyelhető, hogy elindult egy kivándorlás az országból, Na most nagyjából ez másfél millió főt jelentett ebben a korszakban, és hát elsősorban felvidékről és kárpátájáról, főleg a nemzetiségek, tehát a ruszinok, illetve a szlovákok vándoroltak ki, és hát a fő célállomása ebben az időszakban a kivándorlásnak az az amerikai Egyesült Államok volt. Emellett azért a Magyar Királyságba be is vándoroltak mindenféle népek. Ha szakmunkásokat nézzük, akkor elsősorban a németeket, meg a cseheket várták nagy előszeretettel. És hát Garíciából zsidók is vándoroltak be az országba, mert ugye ebben az időszakban, mint ahogy a szintén a Tisza Kálmánnal foglalkozó videómban említettem, elég erőteljesen megugrott az antiszemitizmus mértéke, nem csak a Magyar Királyságban, hanem Európa szerte is. És hát ugyan. Itt is lezajlott a Tiszeszlári per 1882-ben, ami nem csak Tiszeszlárt forgatta fel, hanem az egész magyar királyságot is. De ez még mindig egy alacsonyabb szintű antiszemita hullám volt Magyarországon, mint amit például Nyugat-Európában, vagy akár ugye tőlünk keletebb is megtapasztalhattak az ott élő zsidók. Ez volt az oka annak, hogy Galíciából bevándoroltak Magyarországra. És hát összességében azt mondhatjuk, hogy a magyarság aránya mindezek ellenére is fokozatosan növekedett a korszakban, aminek az oka egyrészt a javuló életviszonyok miatti népszaporulat növekedés volt, hiszen ugye a javuló életviszonyoknak köszönhetően egyre kevesebb csecsemő halt meg, ugye egy pillanatra emlékezzünk meg szemmelve egy szignácról, akit az anyák megmentőjének neveznek, mert ugye ő jött rá arra, hogy az orvosoknak nem ártana kezet mosni valamilyen fertőtlenítővel, például klórmészsel. Azelőtt, hogy mondjuk egy szülést levezetnének. Emellett, ugye, ami nagyon megdobta a magyarok arányát, az a különböző nemzetiségnek az asszimilációja, úgyhogy egy picit beszéljünk erről is. No, hát ugye az asszimiláció az leginkább a nemzetiségek értelmiségi rétegét érintette. És hát a főszinten az asszimilációnak az az oktatás volt, mert hogy ez az asszimiláció nem csak önkéntes volt, hanem az 1880-as évektől a magyar politikai vezetés is szorgalmazta, hogy az egyes hazánkban élő nemzetiségek azok szépen olvadjanak be a többségi magyar társadalomba. Úgyhogy ennek eredményeképpen Szép lassan bevezették a magyar nyelv kötelező tanítását a nemzetiségi iskolákban. Emlékezzünk vissza, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény értelmében nem volt kötelező a nemzetiségeknek magyarul tanulniuk, meg magyar nyelvet tanulniuk se, csak ha szerettek volna. Na hát ezen már itt egy picit szigorítottak. Aztán ugye erre a nemzetiség reakciója, hát igazából az volt, ami a magyarok reakciója volt az 1850-es években a neoabszolutizmusra, hogy kezdetben ugye passzívan ellenálltak, aztán hát a századfordulóra ugye már elkezdték követelni a megyei szintű területi autonómiát, amit ugye nem kaptak meg, mert ne felejtsük el, hogy ilyen esetekben, amikor egy kisebbség területi autonómiát kér, a többségi társadalom ezt azért utasítja el, mert attól tartanak, hogy a területi autonómia az első lépés az elszakadás felé, és hát emiatt nem adják meg. ezt a gondolatot jegyezzük meg, mert ez a gondolat az oka annak, hogy például a Trilóni béke után a külhoni magyarság sehol sem kapott területi autonómiát, se Csehszlovákiába, se Jugoszláviába, se Romániában. No, és akkor ezek után, hát annyira eszkalálódik ez a dolog, hogy az első világháború előestére már megjelennek a nemzetiség körében mindenféle szeparatista mozgalmak, amelyek azt tűzték ki az hogy szakadjanak ki az osztrák-magyar monarchiából, ezáltal a magyar királyságból is, és vagy alapítsanak saját nemzetállamot, vagy pedig, hogyha már van saját országok, akkor területleg csatlakoznak ez az országhoz. Tehát ugye itt például a románokra kell gondolni, mármint az erdélyi románokra, valamint ugye a szerbekre, akiknek ugye szintén van ekkor már, vagy volt már ekkor önálló államuk. Úgyhogy lényegében az erre való reakció a magyar politikai vezetés szemszögéből a még erőteljesebb asszimiláció volt, hiszen ne felejtsük el, hogy amióta a nacionalizmus, mint gondolat megjelent Magyarországon, azóta a magyar politikai vezetés úgy gondolkodott, hogy Magyarországon egyetlen egy nemzet van, az pedig a magyar. Mert ugye politikai nemzetben, nem pedig kultúrnemzetben nemzetben gondolkodtak. És hát ennek az eredménye az lett, hogy az első világháború előtti évtizedre Nyugat-Európában, meg a nyugati világban lényegében a magyarokat szabadság szerető népből, amit ugye az 1848-49-es forradalmi szabadságharc miatt gondoltak rólunk, lényegében a századfordulóra már egy elnyomó népet láttak bennünk, és hát a renomink egyre inkább romlott ahhoz képest, hogy korábban ugye mennyire szabadság szeretőek és szabadság támogatónak tartották a magyarságot. Na most ennek kapcsán még azért beszéljünk kicsit a zsidóságról, mert hogy a korszakban Vekerle Sándor miniszterelnökség alatt valósult meg a zsidóságnak az emancipációja. Ugye 1895-ben egyenjogosították a zsidó vallást, tehát ez azt jelentette, hogy ugyanolyan bevett vallásnak számított, mint a Római katolikus, illetve a fontosabb protestáns irányzatok, a zsidóság létszáma folyamatosan növekedett, ugye részint korábban taglalt okokból, tehát ugye sokan vándoroltak be az országba, Kelet-Európából, illetve az ő népszakolatok is növekedett a javuló életkörülményeknek köszönhetően. És hát alapvetően a zsidóság az ugye kiskereskedő, vagy kisiparos volt, de voltak nagy polgárok is közöttük, és értelmiségiek is. És ugye ennek az egyik eredménye, az, hogy az egyetemeken az arányuk az ötszöröse volt az országos számarányukhoz képest, ugye ne felejtsük el, hogy az egyetemek ekkoriban még nem államilag támogatottak, hanem önköltségesen lehet elvégezni őket, és hát azért, hogy mivel a nagypolgárok meg az értelmiség körében magas létszámban voltak zsidók, ebből az is következik, hogy nekik volt pénzük a gyermekeiket tanítatni. Viszont a zsidóságra jellemző az a korszakban, hogy önszántukból asszimilálódtak a magyarok köré, vagy közé, és hát, ugye, ahogy azt már korábban is mondtam, azért Magyarországon is jelen volt az antiszemitizmus, de sokkal kisebb mértékben, mint Európa más részein, és akkor itt még egyszer hivatkoznik az 1882-es Tisza Eszlári perre. És akkor végül még egy nemzetiségről kell beszélnem, az pedig nem más, mint a cigányság, akiknek a létszáma folyamatosan növekedett a korszakban, leginkább a Romániából történő bevándorlás miatt. Pontos adatunk nincsen, hogy mennyi volt a cigánság létszáma ebben az időszakban, és ennek az, az az oka, hogy a népszámlálás során nem a nemzetiségre kérdeztek rá, hanem az anyanyelvre. És hát ugye nagyon sok cigány ugye az anyanyelvének vagy a magyar, vagy a románt jelölte meg, ebből fakadóan ők ezekben a népszámlási statisztikákban magyarként, illetve románként jelennek meg, nem pedig cigányként. Viszont ellentétben a száz évvel korábbi állapothoz, tehát a 18. századhoz képest, itt már a többségük az letelepedett életmódot folytatott, ugye a visszaemlékeztek Mária Teréziára, a Regnum Cigarorum rendeletében kötelezte a cigányokat arra, hogy hagyják fel a vándorló életmódjukat és telepedjenek le, és hát lényegében erőszakkal próbálta letelepíteni őket, több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel, és hát a cigányság többsége ekkor ipari munkát végzett, illetve alkalmi munkás volt. Úgyhogy, hát nagyon röviden, ez lenne a dualizmus korának társadalmi és etnikai viszonyai. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hasznosnak találtátok. Ha igen, akkor legyetek kedvesek, nyomjatok rá egy lájkot, és osszátok meg az ismerősétek között. Ha tetszik, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt, hogy a legfrissebb tartalmakról, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a megtekintést, találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!